Köszöntöm a nézőket, napszemle kezdődik, lássuk, mi mindenről lesz szó. Verssel ajándékozták meg egymást a gyerekek a Kós Károly általános iskolában a Magyar Költészet napján. Több munkálatot is elkezdtek Gyergyószéken, illetve több terv megvalósításáról egyeztettek az elmúlt időszakban a megyei tanács illetékesei. 13-szor is megnyitja kapuit az erdélyi magyar ifjak tábora, sok újdonság várható. Egymást ajándékozták meg versekkel a Kós Károly általános iskola tanulói. Kisebb és nagyobb diákok is szavaltak egymásnak. Ma van a Magyar Költészet napja. Ezt ünnepelték. Április 11-én József Attila születésnapján az egész magyar nyelvterületen a Magyar Költészet napját ünneplik 1964 óta. A magyar közösségek számos programmal hívják fel ilyenkor a figyelmet a költészet jelentőségére. Színházakban, iskolákban, különféle kulturális és nem csak kulturális intézményekben. Ez történt a Kós Károly általános iskolában is. A gyerekek egymást ajándékozták meg versekkel. Arany János, Mátyás anyja. Szilágyi Özsébet levelét megírta, szerelmes könnyével azt is telesítette. Fiának a levél Prága városában, örömhír viszel a szomorú fogságból. Gyermekem, ne mozdulj Prága városából, kiveszlek, kiváltlak a nehéz rabságból. Arannyal, ezüsttel megfizetek értek, szívemen hordom én a te hazatértek. Ne mozdulj, ne indulj én egyetlen árván. Ki lesz az én fiam, ha megejt az ármány? Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek sem van. Adassék a levél Hunyadi Mátyásnak, tulajdon kezébe, senkinek sem másnak. Fekete viaszból nyomra a pecsétet, könyöklön várnak az udvari cselédek. Ki viszi hamarabb levelem Prágába, száz arany meg a ló teste fáradtsága? Viszem én, 7 nap elegendő. Szerelmes szívemnek 7 egész esztendő. Viszem én, hozom én, válaszát 3 nap. Szerelmes szívemnek 3 egész hónap. Kányádi Sándor Csukástól. Egyszer régen, amikor még több volt a hal, mint a horgász, és nem volt a folyók mentén ekkora nagy sürgés forgás, élt a kicsi csíki oldban, élt egy csuka. Hasonlót még én sem tudnék kitalálni, hogyha horgász ember volnék. Nem is él, de uralkodott, ő volt a halak királya, se hálónak, se horognak nem volt hozzá bátorsága. Nem csak félték, tisztelték is, mert nagy lelkű és kegyes volt. Szúnyogon meg moszaton élt, testvérhúsba sose kóstolt. Úszta járt a birodalmát, domokostól le bükszádig, védelmezte népics annak porontjait és ikráit. De leginkább tusnád táján szeretett elidőzgetni, hol a szikla a kis koltot majdnem megrekeszti. Ha elfáradt, ott pihent meg, ott a víz is, mint a kristály, s a vízből is tisztán látta a fenőket fönn a sziklán. Nem szabad hagyni, hogy feledésbe merüljön a magyar líra, minél többet kell gyakorolni, gyakoroltatni már a gyerekekkel is. Ezt gondolja az iskola magyar tanára. Nekem az egész életem a magyar költészet népszerűsítésében telt el. Mostanában nagyon gyakran megkongatják a költészet fölött a vészharangot, és ilyen kijelentések, ilyen vélemények is elhangzanak, hogy meghal a vers. Hát mi mindent meg kell tegyünk annak érdekébe, hogy ez a kijelentés ne valósuljon meg, és ne legyen igaza annak, aki ilyet állít, és amúgy látom interneten, televízióban, hogy a művészek, költők, színészek újfajta módszereket próbálnak megvalósítani a költészet népszerűsítése érdekébe. Tehát nem csak annyi a költészet a mai korban, hogy kivesszük a könyvtárból, vagy levesszük a polcról a költő köteteit, és elolvassuk a verset, hanem versünnepek zajlanak, nyilvánosan verseket mondanak az emberek, és akkor mi is itt a magunk kis eszközeivel megpróbáljuk népszerűsíteni
a verseket, a kültészetet olyan módon, hát ezt a mai napra ezt találtam ki, hogy menjenek a gyerekek, osztályuk egyik osztály a másik osztályba, és viszont, és mondjunk egymásnak verseket, adjunk egymásnak versajándékot. Több osztálynyi gyerek hallgatta meg egymást az iskolában, Nemes Nagy Ágnestől, Kányádi Sándortól, József Attilától és Arany Jánostól is szavaltak verseket. Összesen 5 épület semmisült meg hétfő este a Mocsár utcában. 3 garázs, 1 fásszín és 1 raktár égett le teljesen. A készenléti felügyelőséget hétfő este 10 óra előtt néhány perccel értesítették. A helyszínre siető 7 hivatásos tűzoltóhoz 23 önkéntes is csatlakozott, a szárhegyi, alfalvi és csomafalvi alakulatok kötelékéből, de a lángba borult épületeket nem sikerült megmenteniük. Hasznos eredmény viszont, hogy megfékezték a tüzet, mielőtt szomszédos épületekre, köztük lakóházakra terjedt volna át. A készenléti felügyelőség tájékoztatása szerint a 3 garázs, a fásszín és a raktár teljesen leégett. Együttes alapterületük mintegy 130 négyzetméter, és oda lett 5 köbméter fűrészáru és 16 űrméter tűzifa. A szakemberek szerint a tüzet meghibásodott elektromos vezeték okozhatta, amely rövidzárlatos lett. 25 ezer lejre becsülték az anyagi károk mértékét. Mivel a korábbi években szinte egyetlen gyergyói medencei saját beruházás sem készült el, habár volt rájuk forrás belefoglalva a megyei tanács költségvetésébe, jelenleg több munkálatot is elkezdtek Gyergyószéken, illetve több terv megvalósításáról egyeztettek az elmúlt időszakban. Ezek között szerepel járdaépítése Gyergyóalfaluban és Gyergyócsomafalván a járdaépítési program keretében. Ezek között szerepel járdaépítése Gyergyóalfaluban és Gyergyócsomafalván a járdaépítési program keretében. Továbbá villanyhálózat kiépítése, bicikliút létrehozása, szintén Alfaluban kultúrotthon felújítása Borzonton, valamint a vízelvezetés megoldása Gyergyócsomafalván. Borbély Csaba Hargita megye tanácsának elnöke, Bende Sándor az RMDS Gyergyó területi szervezetének elnöke, parlamenti képviselő, Gál Szabolcs és Márton László Szilárd polgármester, Barabás Csaba kabinetvezető, valamint a megyei tanács illetékes munkatársai ellátogattak a településekre április 6-án Bende Sándor meghívására. Csomafalva polgármestere január 11-én tette le Hargita megye tanácsához a támogatási kérést a megyei út mellett megvalósításra váró járdára vonatkozóan. A tervezést a község finanszírozta és a Planning Office Kft. Cég végezte el. A járdaépítési program országos szinten majdnem egyedülálló beruházásnak számít. Létrehozásában szerepe van a megyei tanács elnökségének, Borbély Csabának és Barti Tihamér Bíróbotond alelnököknek. A járdaépítési program keretében Zetelakán is elkezdődött a járdaépítése márciusban, ott 2800 méteres szakaszon dolgoznak. A megyei út mentén építendő járdaépítésről beszélgettünk a korábban. Ez egy körülbelül 2 kilométeres szakaszt érint, magyarán az egész hosszát, ami a megyei út átszeli, és ahol nincsen járda, az egy oldalát a megyei út mentén, egyik oldalát az a megyei útnak. Értékileg körülbelül 1 millió 100 ezer lej, de ebbe teljes projekt érték van, benne tervezéstől előre nem látható költségekkel együtt mindennel, és megoldásokkal helyenként úgy, ahol kell a vízelvezetés, a sáncok, stb. A lefődése szükséges. A program az elképzelés szerint maga a kivitelezés, a megyei tanács hatásköre és a licitet is, a közbeszerzést is ő bonyolítja le, és ő fogja kiírni akkor, ő fogja aláírni a szerződést a munkálatra is. Így, ahogy beszéltük most június és augusztus között valahol várható, hogy tud lenni egyáltalán ennek eredménye, mint szerződés aláírás olyan eredménye. Bende Sándor kifejtette, bízik benne, hogy a kivitelezők elkészülnek a járdával a bevállalt határidőn belül. Meggyőződése, hogy a minőségi munkának köszönhetően szebb lesz a települések főtere. A térségben szükséges fejlesztési prioritásokról március 30-án a területi RMDS szervezésében helyi polgármesterekkel egyeztettek, és az érintettek javaslatai alapján döntötték el, hogy a megyei tanács milyen tevékenységeket támogasson, legyen szó megyei utakról, járdákról, községi utakról, turisztikai és más típusú beruházásokról. Nem mennek házhoz a közüzemek díjbeszedői a Virág és Bucsi negyedben ettől a hónaptól, közölte közleményben a vállalat. A csapvíz és a szennyvíz tisztítás díját ezentúl a Virág negyedi 7-es tömbház földszintjén fizethetik be a tömbházlakók a vállalat kasszájánál.
Négy nyelvű várostáblákat helyeznek ki Kolozsvár bejárataihoz, román, magyar és német nyelven, illetve ezek fölött egy latin felirat is lesz. A döntést a Bábes-Bolyai Tudományegyetem történészeinek javaslatára hozta meg Emil Bock, Kolozsvár polgármestere, azok után, hogy a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezéséért folytatott küzdelem több éve már peres úton is zajlott. Várhatóan egy-másfél hónap múlva ilyen formában kerülnek majd ki Kolozsvár bejárataihoz a többnyelvű várostáblák. Ez azt is jelenti, hogy nem fellebbezik meg azt a törvényszéki döntést, miszerint ki kell írni a város nevét magyarul is. Ismertette mai sajtótájékoztatóján Emil Bock, Kolozsvár polgármestere. Această formulă sublinează dimensiunea istorică a orașului nostru din antichitate până în prezent, precum și caracterul multicultural și european al municipiului nostru. Soluția propusă de primărie reflectă o realitate istorică validată științific și, în ultimul rând, este o soluție care își propune în continuare să unească și nu să dezbine comunitatea noastră. A polgármester hangsúlyozta, történész szakemberek véleményét kérte ki a várostáblák tekintetében. A háromnyelvű tábla Kolozsvár sokszínűségére, a latin rész pedig arra emlékeztet, hogy a város Hadrianus római császár idejében már municipiumként volt nyilvántartva. A sajtóeseményen jelen volt a többnyelvű helységnévtáblákért több ízben fellépő Muszáj-Muszáj civil aktivista csoport néhány tagja, akik a polgármesterhez és a város lakosaihoz intézett nyílt levelet osztottak. Ez a döntés a romániai törvények, a nemzetközi egyezményeknek az elismerése, a kolozsvári kulturális főváros pályázatban foglalt értékek felvállalása, a kolozsváriak kultúrájának elismerése, és úgy gondoljuk, hogy a gyakorlatilag fellebbezés az egy hiba lett volna, a kolozsvári lakosoknak pedig megköszöntük az elmúlt években a támogatást, az, hogy több százan bátrak voltak előképpen ahhoz, hogy felperesként csatlakozzanak ehhez az ügyhöz. A Minority Rights Egyesület a civilek támogatásával február 21-én második ízben nyerte meg a pert alapfokon a többnyelvű várostáblák ügyében, jogilag is érvényt szerezve ezzel a kolozsvári magyarok több évtizedes igényének. A döntés nyilvánosságra hozása után Kelemen Hunor az RMDS elnöke állásfoglalásában úgy fogalmazott, az egyedüli helyes döntést hoztam a meg Emil Bock polgármester. Ez egy régóta várt lépés, a kolozsvári magyar emberek és minden erdélyi magyar ember sikere. Május 10-én indul az idei roncsautóprogram, közölte ma Graciela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint ugyanebben az időpontban indítják az úgynevezett Roncsautó Plus programot is. Április 24-éig közvitán van a program pályázati útmutatója, és amint ez lezárul, a tárcavezető aláírja a program beindításáról szóló rendeletet. Idén a Roncsautó Plus program keretében 10.000 eurót pályázhatnak meg elektromos autók vásárlására. Graciela Gavrilescu megerősítette azt is, hogy idén a kormány 180 millió lejt szán a roncsautó programra, és a lecserélt használt autókért egyenként 6500 lejt kapnak a pályázók. Sok fiatalnak jó hír, hogy elkezdődött az idei EMI tábor szervezése. Sok újdonság várható a táborban, a helyszín idén is Gyergyószentmiklóson lesz. 13-szorra is lesz EMI tábor, ezúttal is Gyergyószentmiklóson. Az erdélyi magyar ifjak ezúttal a Kurultájjal együttműködve szervezi a tábort, nagyon sok újdonság várható. Igen, idén is lesz EMI tábor. Egy kicsit előbbre hoztuk az idei EMI tábor dátumát, július 26 és 30 között lesz. Egyben reménykedünk is, hogy az időjárás is kegyesebb lesz velünk, mint a tavalyi évben. Újdonság lesz az üdvesség az idei EMI tábornak, hogy a Kurultájjal jobban együttműködésbe szervezzük, tehát hogy partnerségbe szervezzük az idei EMI tábort a Kurultájjal. Több programot megpróbálunk a Kurultájról elhozni, hogy egy kicsit az itthoniak is megérezzék, hogy mi történik két évente Magyarországon. Ebbe az irányba szeretnénk elvinni a tábort. Jobban nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a magyar őstörténeti előadásokra, a honfoglaláskori őseinknek a szokásvilágára, plusz az olyan programokat is tovább szeretnénk folytatni, mint voltak a táborban az íjászverseny, a lovaglás és társai. Egy nagyobb jurtatábort szeretnénk mindenféleképpen az idén, és még több programmal készülünk. Külön tematikája így még nincs, továbbra is próbálunk azért mindent érinteni, amit az eddigi EMI táborok érintettek, tehát továbbra is azért közéleti témáktól elkezdve kulturális témákon keresztül próbálunk mindenre egy kisebb
időt szakítani, hogy mindent fedjünk, ami csak érdekelhet egy résztvevőt. A tartalmas előadások és építő viták mellett a szórakozásra is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők. Napközben a művész sátor és a szénás is szórakoztató tevékenységeket kínál majd, esténként pedig fergeteges koncertek lesznek. Újdonság az idén, az Alvin és a Mókusok fognak jönni, ők még nem voltak eddig az EMI táborban, és egy ideje nem is voltak Erdélybe. Őket várjuk még nagy szeretettel, és a további előadókat és fellépőket majd a honlapon fogjuk közölni, szépen lassan. Az EMI tábort sokan a Jobbik tusványosaként emlegették az utóbbi időben. Az erdélyi magyar ifjak szeretnék elérni, hogy egyetlen párthoz se legyen köthető a tábor, ehhez is tesznek lépéseket idén. Pénteken, április 7-én Szentegyházán tartotta tisztúító küldött gyűlését az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezete. A régi elnökség beszámolója után a küldött gyűlés megválasztotta az új megyei elnököt Zakariás Zoltán személyében. Gyergyószékért Tőkés Lehel fog felelni megyei alelnökként. A megyei elnökség további megválasztott tagjai között ott van Gyergyószékről a borszéki Szabó Tibor és a ditrói Márton Csaba. Megválasztása után Zakariás Zoltán megköszönve a küldöttek bizalmát bejelentette, hogy tekintettel az elkövetkező két évben kiemelt felelősséggel járó építkező munka szükségességére a Hargita megyei szervezetekben nem óhajt megpályázni egy újabb országos alelnöki tisztséget. Közel egy hónapja indították be azt a hiánypótló honlapot, amely erdélyi fiataloknak, főleg egyetemi hallgatóknak nyújt segítséget a munkavállalásban. A Kolozsvári Magyar Diák Szövetség által működtetett interaktív platform a K+ közösségi tér támogatásával jött létre. Folyamatosan bővül a karrieriroda.kmds.ro honlapon elérhető álláskínálat, amelynek főleg a kolozsvári diákság a célközönsége. Az interaktív honlap működtetői egyre több céghez jutnak el, így egyre növekszik azok száma, akik igénybe veszik ezt az ingyenes toborzási, illetve álláskeresési lehetőséget. Jelenleg 20 állásajánlat van, és 200 érdeklődő a weboldalon, akik regisztráltak. Többféle területen keresnek, vagy ajánlanak munkát. Legfőképpen adminisztrációs munka, pincéri, babysitter, ugyanakkor HR, de minden területen ajánlanak munkát. A honlapra belépő kiválaszthatja, hogy munkakereső vagy állásajánlóként jelentkezik be, regisztráció nélkül is lehet nézelődni, de akik bejelentkeznek, részletesebb információkhoz jutnak, mutatta híradónknak Demeter Kamilla. A karrieriroda vezetője elmondta, nem csak a honlapon keresztül kínálnak segítséget a fiataloknak a munkapiacon való elhelyezkedésben, hanem különféle képzéseket szerveznek. Ilyen, mint például tárgyalástechnika, tudatos karriertervezés, tanulástechnika, időkezelés, hasonló témákban, amiket nem föltétlenül kapnak meg az egyetemen a diákok, viszont mindenképp hasznos lehet nekik a jövőre nézve. És ezen kívül nyelvtanfolyamot indítottunk, angol, német, francia és román idegen nyelveken tanulhatnak az emberek, jelenleg 80 résztvevőnk van. Az álláshirdető honlapon jelenleg alkalmi, illetve teljes munkaidős ajánlatok vannak. Ezek egyelőre csak a magyar közösség számára elérhetőek, de terben van többek között a honlap romára való lefordítása, illetve az ötleteket és pályázati útmutatókat tartalmazó részek fejlesztése. Emlékeztetem nézőinket, hogy a Gyergyó TV magánhirdetői között ezentúl pizzautalványokat sorsolunk ki. Azok, akik képújságszolgálatunkat igénybe veszik, kétszemélyes pizzázást nyerhetnek a Green Caféban. Minden második pénteken sorsolunk itt a Napszemlében. Az első sorsolást nagy pénteken tartjuk. Most pedig lássuk még egyszer, mi mindenről volt szó a mai Napszemlében.
Verssel ajándékozták meg egymást a gyerekek a Kóskároly általános iskolában a Magyar Költészet napján. Több munkálatot is elkezdtek Gyergyószéken, illetve több terv megvalósításáról egyeztettek az elmúlt időszakban a megyei tanács illetékesei. 13-szor is megnyitja kapuit az erdélyi magyar ifjak tábora, sok újdonság várható. Eddig a napszemle, reklám után a látogatóval folytatódik műsorunk, viszontlátásra!